Önök a hírhetet, a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Útfelújítási program Sátoraljaújhelyen új helyen, saját gyártású térkővel burkolnak járdákat a városban. Kis közösség a városban, vásártéri napok Sárospatakon. Látogatók szeme előtt zárt épületeket mutattak be a hétvégén Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. Sátoraljaújhelyen elkészült a Stuller Antal utca járdájának teljes szakasza. A város saját beruházásból 15 millió forint keretösszegig újít fel utakat, járdákat évente. Hogy minél költséghatékonyabban tudjon dolgozni, a munkával megbízott város ellátó szervezet a járdát saját gyártású térkővel rakják ki. Az ehhez szükséges gépeket és eszközöket közmunkaprogramból vásárolta meg a szervezet. A Stuller Antal utca teljes szakaszának járdája új burkolatot kapott. Közel egy hónapig dolgoztak itt a városellátó szervezet munkatársai. A kivitelezés nagy részt ők végezték el, sőt a lerakott térkövet is ők gyártották le. Nagyon jó érzés az, hogy a város, ha nem is teljes egészében, de jó részében maga tudja összepakolni a programot, hiszen a követ maguk gyártják, a munka dandárját ők végzik, az alépítmény az, ami vállalkozó besegítésével, munkájával történik meg. A város ezen szakaszán nagyon rossz és elhasználódott volt már a járda, javítani nem lett volna célszerű. A teljes burkolást megnehezítette a nagy szintkülönbség, de amint mondja a szervezet igazgatója, minden munkával több tapasztalatot gyűjtenek az ilyen feladatokra kijelölt csoport tagjai. Itt a nagymértékű útlejtés okozott nehézséget, ebbe az útba majdnem 20 méter szintkülönbség van, és azt át kellett hidalnunk, és ez problémás. Nem is nagyon tudtuk emiatt akadálymentesíteni sem az útszakasz körülbelül egy harmadát, de aránylag sikeres volt. A terület képviselője Palic István, az ő körzetében most másik útszakasz is megújult. A Popajás utcában nem csak a járdát, de az utat is javították. Csapadékvíz elvezető csatornáikat azt igazítsák hozzá a folyókákhoz, mert látható itt is valamelyik háznál, hogy a csatornának az alja tulajdonképpen nincs meg, így a ház alá fog folyni a víz. Tehát ez viszont már az itt lakókra vár, és ez kérés feléjük, hogy ezt oldják meg. A másik, hogy ha már elkészült ez a szép járda, akkor legalább olyan autóval nem kéne a járdára állni, amiből folyik az olaj, mert már van a Stuller Antal utca alsóbb szakaszán egy olyan szakasz, ami már jelzi, hogy ott rendszeresen gépkocsi áll és folyik belőle az olaj. A térkőgyártást, amíg lehet, folytatják a szervezetnél, annál is inkább, mert a most bevált módszert jövőre is szeretnék alkalmazni a városban. A felújításra váró önkormányzati utak és járdák sora pedig sajnos elég hosszú. Hatodik alkalommal rendezték meg Sárospatakon a vásártéri napokat. Ennek keretében kulturális és szórakoztató programok egyaránt várták a családokat. A hagyományos rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a családoknak arra, hogy hasznosan töltsenek el egy délutánt és baráti kapcsolataikat megerősítsék. Ha szeptember, akkor vásártéri napok Sárospatakon, amelynek közismertebben a lakótelepen található élelmiszerbolt előtti tér adott otthont. Kora délután a mazsorettek invitálták a családokat a közös programra. Ezt követően pedig már a vásártéren zajlottak a kulturális és szórakoztató programok. Volt itt minden, ami egy kellemes szombat délutánhoz szükséges. Látványos tánc, életmód tanácsadás és alapvető egészséggel összefüggő vizsgálatok. A célunk borzasztóan egyszerű, egy kellemes délután szerezni a lakótelepen élőknek. Reméljük, hogy összehozza őket egy kicsi beszélgetésre, egy kis kikapcsolódásra. Nem kell messzire menni, mindösszesen ide a Márka ABC elé kell lejönni, és én remélem, hogy sikerült egy olyan változatos programot összerakni, ami kedvére lesz mindenkinek. Együtt is élnek, meg nem is, egy különös világ ez a lakótelep világa, hiszen vannak ugye sokan, akik egy-egy lépcsőházba élnek, és benne biztos, hogy ismerik egymást. Elég furcsa világ, ez egy kicsit zárt is, hiszen ugye bekényszerülnek egy-egy lépcsőházba, de mégsem olyan szomszédság alakult ki, mint ami a korábbi hagyományos értelemben ismerjük. Hát remélem, hogy egy kicsit közelebb hozza őket, lejönnek a szomszédok, esetleg itt megisznek egy pohár sört, vagy a vacsoránál leülnek egy asztalhoz. Talán azt hiszem, hogy egy kicsit közelebb tudjuk őket hozni egymáshoz. A jó hangulathoz koncert is járt, így együtt volt adott a feltétele egy közösen együtt töltött délutánhoz. Kortalan ez a rendezvény, ez a 4-5-ös választókerület szombatja, úgynevezett vásártéri nap. Annyit kell tudnunk, hogy régen Sárospatakon itt volt a vásártér,
és ennek a hagyományait szeretnénk ezzel a kis vásártérnappal fölidézni. Látjátok, lehet vásárolni, lehet szórakozni. Szeretnénk egy kellemes nyárzáró délutánt rendezni itt a két választókörzet lakóinak. Minden korosztály számára állítottunk össze programot, a gyermekek számára van arcfestés, a középkorosztálynak van sörözésre lehetősége, természetesen akik egészségügyi szűrésre nem tudnak eljutni a rendelőbe, azok itt ezt megtehetik. Valami nagyon színes kultúrprogrammal készültünk erre a délutánra. Természetesen idén is volt meglepetés, egy közös vacsora azoknak, akik részt vettek a programokon. Újabb műalkotással bővült a Tokaji Borvidéki Emlékpark. A Tokaj Alapítvány jóvoltából Paracelsus szobrát avatták fel. A német ajkú svájci orvos, kémikus, gyógyszerész, alkimista volt. Ő vitte elsőként jó hírét Európában a Tokaj hegyaljai borvidéknek és az itt készülő boroknak. Dr. Szabó József geológus, akadémikus után, aki 1865-ben elsőként rajzolta meg a tokaji borvidék földtani térképét, Paracelsusnak állítottak emléket a Tokaji Borvidéki Emlékparkban. A német ajkú svájci orvos, alkimista 1524-ben érkezett Magyarországra. Tája düllőinek talaját, összetételét, valamint az onnan származó borokat tanulmányozta. Könyvében csodálattal összegezte a tokaji borral végzett kísérleteinek tapasztalatait, eredményeit. Ő volt az, aki elsőként hírét vitte a Tokaj hegyaljai borvidéknek az akkori Európában. Ő nem mint kereskedő és nem mint utazó, hanem mint orvos hirdette azt, hogy ennek a tokaji bornak nem csak jótékony hatásai vannak, hanem gyógyító hatásai is vannak, és azt gondolom, hogy méltán emlékezünk meg ma róla, hogy itt az emlékpark következő szobra az ő szobra. Az emlékmű a Tokaj Alapítvány jóvoltából készült el. A civil szervezet ugyanis felvállalta, hogy minden évben elkészüljön egy olyan személy szobra, aki sokat tett a Tokaj hegyaljai borvidék megismertetéséért. Fontos, hogy közöttünk legyenek azok az emberek, akik az elmúlt 500 évben megalapozták a borvidéknek a világhírét, és hogy folyamatosan az itt élő emberek a fizikális megjelenésben, a gondolataikban be tudják vonzani azokat a mozdulatokat, tetteket, és ezáltal is inspirálva legyenek arra, hogy tudják, tisztában legyenek azzal, hogy feladataik vannak itt. A szoboravatón Héj Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke ismét beszélt annak a települések és az itt élők közötti együttműködésnek a jelentőségéről, mely szükséges a borvidék felvirágoztatásához. Ezen túl ismertette Tokaj hegyalja fejlesztési elképzeléseit, és bemutatta azt a pályázati lehetőséget, melyekkel a borászok élhetnek. Az október közepéig benyújtandó pályázatok elbírálásánál pluszpontokat kapnak azok a termelők, akik világörökségi helyszínekről pályáznak. A magyar kormány 40 milliárd forint forrást biztosít vidékfejlesztési programon keresztül. Nem is azt gondolom, hogy kicsik, mert ugye a legkisebbek, akiknek nincs meg az infrastruktúrája jelen pillanatban, és akiknek ez egy nehézséget okoz, ugye ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy mintegy 6,7 milliárd forint értékben közösségi infrastruktúra fejlesztést hajtunk végre, hogy nekik ne kelljen megvásárolni az eszközöket, nekik ne kelljen erre költeni, hiszen ez hihetetlen terhet jelentene, amit vagy nem tudnak megoldani, vagy nem éri meg nekik. Ezek azok a már működő borászatok, vagy most induló borászatok, akik saját termékkel szeretnének a piacra lépni. Paracelsus Szabrát, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke és a Tokaj Alapítvány alapítója leplezte le. Ezt követően az alapítvány vezetője a szervezet által frissen alapított díjban részesítette Kézdi Dánielt és Ripka Gergelyt, akik a Tokaj hegyaljáról szóló könyveikkel bemutatják és népszerűsítik a borvidéket. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű országos szintű kezdeményezéshez. Azon túl, hogy a hétvége két napján ingyenesen megtekinthetőek voltak a múzeum kiállításai, több különleges programmal is várta az érdeklődőket az intézmény. Ezek közé tartozott az országban is egyedi bortemplom épületének és az alatta húzódó pincéknek a megtekintése. A vasútállomás közelében található a Hegyaljai Mezővárosok címerével díszített bortemplom impozáns épülete.
A bortemplom jelenleg használaton kívül van, látogatókat nem fogad, még sok sátor aljaújhelyi számára is rejtélyes, hogy milyen belülről az épület, és hogyan épül fel az alatta húzódó pincerendszer. A kulturális örökség napjain, ha csak egy rövid időre is, de megnyitotta az érdeklődők előtt a kapuit a bortemplom. Kulturális örökségek napjai, ez egy kétnapos hétvégi rendezvény. Ilyenkor a múzeumok általában ingyenes nyitvatartással csatlakoznak, tehát a kiállítások ingyenesen látogathatók, de mindig szeretnénk valami pluszt megmutatni. Ilyenkor lehetőség nyílik olyan városi épületek bemutatására, amelyet kevésbé ismernek akár a helyiek is, vagy a környékbeliek. Én magam is úgy gondoltam, hogy a bortemplom az egy olyan különleges épület, és nem igazán tudom, ismerem a történetét, hogy hogy néz ki belülről. Tehát én magamat is vezet ez a kíváncsiság, hogy nézzünk már itt szét, és ezért ez az egyik programja ennek a szombati napnak, hogy a bortemplomot meg lehet tekinteni. A jelenlévőket Jósvainé, dr. Dankó Katalin kalauzolta a bortemplomban és az alatta húzódó pincerendszerben. A régész műemlékvédelmi szakmérnök ismertette az épület történetét, korábbi hasznosítását. A bortemplom azon egyediségeire hívta fel a figyelmet, melynek köszönhetően műemlékké nyilvánították 5 évvel ezelőtt. Újhely méltán büszke lehet erre az épületre, hiszen ez azt az időszakot őrzi, amikor a gazdasági fellendülésének időszaka volt, fejlődött a város, Zemplén vármegye központja volt, és ehhez tartozó infrastruktúra is adva volt. Egyrészt, másrészt pedig a Tokaj hegyalja szempontjából is izgalmas ez az épület, mert van egy igazgatósági épület, és van egy alatta részben egy olyan pincerendszer, ami egyedi a maga építési módjával, a maga megjelenésével, azzal a szándékkal jött létre és építették meg, hogy a borkereskedelmet felvirágoztassák. A programon közel 100 érdeklődő vett részt, közöttük olyanok is, akiket gyerekkori emlékek fűznek a helyhez. Akkor még nagyon sokszor lovaskocsival hozták a hegyről a hordóba a mustot, itt vették át, itt volt az iroda, fokolták, és a foknak megfelelően fizették ki a termelőket. 1914-ben vették használatba a ma már többnyire bortemplomként emlegetett Magyar Királyi Állami Közpincét, mely a Tokaj-hegyaljai borkereskedelem egyik központja volt. 1990-ben a Tokaj Kereskedőház eladta, többször gazdát cserélte azóta. Pincéi és felépítménye romló állapotban vannak. Sátoraljaújhely önkormányzata 2014-ben tulajdonrészt szerzett az épületben, és azóta készülnek a hasznosítási tervek is. A város pályázati támogatással szeretné felújítani, és egy több funkciós, 21. századi, de a régi hagyományos használatból táplálkozó szerepet szeretne biztosítani a bortemplomnak. A Szent Erzsébet Történelmi Társaság szervezésében a Sárospataki Bazilika Minor is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet nyitott templomok napjaként hirdettek meg országszerte. Ennek keretében az érdeklődők megtekinthették például a harangtornyot, és azt a felújítás során kibővített tetőrészt, amelyben a kisebb harangok is helyet kaptak. A várakozáson felül is többen voltak kíváncsiak a nyitott templomok napján a Sárospataki Bazilika Minorra, ami az elmúlt években jelentősebb felújításon esett át. A csoportok egymást váltva mehettek fel a harangtoronyba, illetve azokhoz a kis harangokhoz, amelyek a kibővített tetőszerkezetnek köszönhetően kaptak helyet. Előbb egy kis történeti áttekintésben volt részük a jelenlévőknek, majd indulhatott a nem mindennapi túra. A kívülről is impozáns épület belülről még érdekesebb volt a helyben élők számára is. Én gyerekkoromban jártam fenn, mert a templomban, amikor jöttünk vasárnap, akkor mi mindig felnéztünk. Na de hát az igen régen volt, hogy én nagyon örültem neki, hogy végre van most rá egy ilyen lehetőség. És hát lehetett nézni a várost, hogy épült, szépült azóta.
Az Arszakra Fesztivál keretén belül az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének 3. szombatján a történelmi egyházak megnyitják templomaik kapuját, és színes programokat szerveznek országszerte, illetve olyan helyekre is betekintést engednek, amelyekre hétköznap nincs lehetőség. Nagyon örültem neki, ugyanis hát ez még eddig nem volt, ugye nem volt erre lehetőség, és rögtön felfigyeltem rá, amikor megjelent, hogy van egy ilyen lehetőség, mert a kíváncsiság az meg mint pataki, úgyhogy én örültem neki, és nagyon tetszett. A programban résztvevők most elmondhatták, olyan helyekre nyertek betekintést a bazilikán belül, ahol csak a madár jár. A Városhete rendezvénysorozat részeként a Zemplén térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség újra megszervezi a biztonságnapját. Ezen a napon a város összes rendvédelmi szervezete bemutatja, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre, milyen az állományuk felszereltsége tudása. A program idén is bővelkedik majd látványos, de szerencsére csak elképzelt veszélyes szituációs feladatokban. Kik és milyen módon tudják kimenteni a magasban rekedt utasokat a Zemplén kalandparkban? Milyen tennivalója van egy civil személynek baleset során? Mit tesznek a börtön különleges rendvédelmi alegységének tagjai egy veszélyes fogvatartottal? Mindezekből láthatnak bemutatót az érdeklődők holnap reggel 8:30-tól a biztonság napján Sátoraljaújhelyen. Ma a biztonság fogalma sokrétű, sokan próbálják megfogalmazni, mi megpróbáljuk újhelyi formában megfogalmazni, megmutatni, hogy különböző szervek hogyan tudnak ezért tenni. Óvodásoktól a felnőtt korig mindenki. Idehozzuk azokat a gyerekeket, akik az országos versenyen elsők lettek. Ez katasztrófa védelmi ifjúsági verseny volt. Elsők lettek, ami nem kis dolog. Idehozunk olyan szervezeteket, akik gyakorlatilag új helyért tesznek, távolabbi hazánkért tesznek, és gyakorlatilag regisztrálják a nagyvilágban. Hozunk ide nemzetközi szintérről szomszédokat, Kassáról jönnek vendégeink, Budapestről jönnek vendégeink, de gyakorlatilag szinte az egész országból érkeznek most vendégeink erre a rendezvényre. A tavaly elindított program egyediségét jelzi, hogy több településről jelezték, hasonló rendezvényre nyitottak ők is, és kérték a szervezők segítségét. Hat éve újították fel a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsődét. Ezt azóta minden esztendőben megünneplik a családok és az itt dolgozók. Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény vezetője ennek kapcsán híradónknak elmondta, a megújulás óta minden esztendőben tudnak valami fejlesztést végezni az intézményben. Így minden születésnapra jut valami meglepetés az ünnepelt részéről is, amit elsősorban a családok élveznek. A gyerekek mellett most a szülők is bekapcsolódhattak a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde programjába, hiszen a születésnapi ünnepség mindenkinek szólt. Az intézményt 6 évvel ezelőtt újították meg, a 21. századi követelmények jegyében. Azóta ezt minden éven megünnepli az óvoda. Lendvainé Szendrei Ágnes igazgató hozzátette, hogy azóta is mindig fejlesztenek valamit, ami jobbá, könnyebbé és színesebbé teszi a gyerekek mindennapjait. Ez a szeptember közepe azért ez a viszonylag kötött időpont, így 14-e környéke, ugyanis 6 évvel ezelőtt vettük birtokba ezt a gyönyörűséges szép épületet, amit azóta építünk, fejlesztünk, bellakunk, és nagyon jól érezzük benne magunkat. Minden éven valami újdonságot is adtunk neki. Egy sószobát, udvari játékot, ezen az éven pedig egy bölcsödei csoporttal bővültünk. Tehát azon túl, hogy itt éljük a mindennapjainkat, törekszünk arra, hogy fejlesztjük és megújuljon, és minél több lehetőséget nyújtson szülőnek, gyereknek egyaránt. A születésnap elmaradhat része a torta, de volt itt kézműves foglalkozás, koncert, tánc, minden, ami a családoknak kikapcsolódást nyújtott ezen a délutánon. Ki tudja elfújni?
7 évvel ezelőtt, amikor a képviselőtestület meghozta azt a döntését, hogy a három önálló gazdasági egységként külön intézményben egyébként rendkívül színvonalas munkát végző óvodát egy intézményé, egy közösen felújított épületbe fogjuk összevonni. Nos, akkor valóban az volt a célunk, hogy egy olyan, nem csak a sárspataki igényeket kielégítő, hanem ugye most már látszik, hiszen ez is bebizonyosodott, hogy a sárspatak környéki településen élő fiatalok, vagy éppen nem fiatalok, akik óvodáskorú gyermeket szeretnének megfelelő körülmények között óvodába járatni, tehát az ő igényeiket is ki kell elégíteni. 6 évvel ezelőtt történt meg végül is ennek az épületnek az átadása. Azóta pedig nemhogy csökken, hanem nő a gyerekek száma, olyannyira, hogy a bölcsödében például egyel több csoportot kellett indítani ebben a nevelési évben. A rendezvény keretében több nyugdíjba készülő pedagógust is köszöntöttek. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Útfelújítási program sátorja új helyen, saját gyártású térkővel burkolnak járdákat a városban. Kis közösség a városban, vásártéri napok Sárospatakon. Látogatók szeme előtt zárt épületeket mutattak be a hétvégén Sátoraljóhelyen és Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is az Emplén Televízióval. Viszontlátásra!